Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Adó visszatérítés, februárban kapnak jelentős összeget a gyermeket nevelők. Október a látás hónapja, több mint 300 helyen várják ingyenes vizsgálattal az érdeklődőket. Első a biztonság, új gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki Pakson. Idősek világnapja Decsen, koncerttel köszöntötték a helyi szépkorúakat. Már dolgoznak a jövő évi adóvisszatérítések kiutalásán a NAV munkatársai. A kormány döntése nyomán ugyanis minden gyermeket nevelő szülő visszakapja az idén befizetett személyi jövedelemadóját. Ráadásul a pénzhez a legtöbben a határidőig, 2022. február 15-éig automatikusan jutnak hozzá. Kifejezetten erre a célra létrehozott online oldalakon lehet mindent megtudni a gyermeket nevelő szülők adóvisszatérítéséről. Az adóhatóság még a leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszok listáját is folyamatosan frissíti. Közel 2 millióan számíthatnak jövő év elején az idén befizetett személyi jövedelemadójuk visszautalására. Ezt Orbán Viktor szokásos pénteki rádió interjújában is megerősítette. Most az fog történni, az adóhivatal vissza fog adni 600 milliárd forintot. Ez egy hatalmas szám. A lehetőséggel azok a családok élhetnek, amelyeknél a gyerekek még nem töltötték be a 18. életévüket. Kivéve, ha ezt követően is közoktatásba tanulnak. A családi pótlékot fizetők automatikusan megkapják az idén befizetett adójukat. A kisvállalkozóknak pedig nyilatkozniuk kell a bevételeikről. Október 31-től lesz elérhető a NAV honlapján, és ezt a nyilatkozatot december 31-ig kell majd kitölteni és visszaküldeni az adóhivatalhoz. Aki december 31-ig ezt megteszi, ő is majd megkapja február 15-ig az adóvisszatérítést, viszont aki ezt a határidőt elmulasztja, ő már majd csak a saját személyi jövedelemadó bevallásában kérheti vissza az összeget. Az adóhatóság munkatársai már most elkezdtek dolgozni a jövő évi kiutalásokon, és a már említett online elérhető segítség mellett más módon is lehet érdeklődni a szakembereknél. Ha valakinek továbbra is van még kérdése, akkor a 18-19-es ingyenesen hívható NAV infovonalon teheti ezt fel, ott kaphat általános tájékoztatást a témában, és fontos, hogy e-mailben a NAV nem ad ki tájékoztatást, tehát hogy e-mailt a központi e-mail címünkre ne írjanak a témában. A visszatérítés felső határa legfeljebb a 2020 decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalma, azaz annak 15%-a lehet, ami 809 ezer forint. Hétfőn 445 új megbetegedést igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 829.911 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 17, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.320-ra emelkedett. Oltást eddig már 5.912.000-en kaptak. Tolna megyében egy új fertőzöttet regisztráltak a hét első napján, így a járvány kezdete óta összesen 17.973-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Szinte minden mért településen, köztük Szekszárdon is folyamatosan emelkedik a szennyvízben mért koronavírus koncentráció mennyisége, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a legfrissebb adatokat ismertetve kedden a honlapján. Azt írták, a szennyvízminták koronavírus koncentrációja országos szinten továbbra is lassú ütemben növekszik. Az NNK azt kéri, aki még nem tette, éljen a védőoltás lehetőségével. Ingyenes látásvizsgálattal, szaktanácsadással, személyre szabott ajánlattal és különböző egyéb akciókkal hívják fel a figyelmet a látás hónapjára októberben. Több mint 300 optika várja azokat az embereket, akik ezt kihasználva ellenőriztetnék szemük egészségét. A szakértő hozzátette, mindenkinek érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Október a látás hónapja. Immáron 16. alkalommal szervezték meg Magyarországon azt a kampányt, ami az egyik legfontosabb érzékszervünkre fordít kiemelten figyelmet. Ebben a hónapban hazánk egész területén ingyenes szemvizsgálatokkal és tanácsadásokkal várják a szakemberek az érdeklődőket. A megkérdezett emberek nagy része jó dolognak tartja ezt a kezdeményezést, és ekkorra időzíti az éves kontrollvizsgálatot. Szándékomban van, el akarok menni, igen. Mert lehet, hogy kell cserélni, és akkor megvizsgáltatom, ha szükség, akkor cserélek. Nagyon jó, és menni fogok.
az asszony már valahol bejelentett. Ez a nő azt mondja, ő csak 3-4 évente vizsgáltatja be a szemét. Mostanában nincs annyira igénybe véve a szemem, és akkor azt is tudatosan olvasok, tudatosan tévézek, inkább pihenek, vagy a levegőn vagyok. És azért így elég, mostanában megint el kell menni, mert azért lejárt lassan az év. És egy kicsit érzem, az erősség is már gyengébb. Sipos Anita, optometrista kontaktológus, az Optic World hálózat vezetője kiemelte, fontos, hogy ez a kampány egy plusz lehetőséget ad arra, hogy felhívják a figyelmet az éleslátás fontosságára. A szakértő elárulta, hogy jelentősen megnövekedik ebben a hónapban a vizsgálatok száma. Évről évre egyébként egy sokkal jobban odafigyelnek, egészségtudatosabbak az emberek, azt kell, hogy mondjam, azt látjuk egyébként, hogy azért egészségtudatosabbak, jobban odafigyelnek a látásukra. Lehet, hogy ezt a adott pandémiás helyzet és home office és egy túlterhelt látószervi állapot is okozhatta esetlegesen, de tény és való, hogy egy megnövekedett érdeklődés van október hónapban mindenképpen. Sipos Anita azt is hozzátette, hogy azoknak is célszerű ezt az ingyenes lehetőséget kihasználni, akiknek nincs szükségük látásjavító eszközre. Ebben az esetben egy általános tájékoztatást kapnak arról, hogyan óvják meg továbbra is a szemük egészségét. Magára a mértékletességre kellene, hogy odafigyeljen mindenki, és például akár egy ilyen irodai munkakörnyezetben, ugye azért ott egy sokkal terheltebb állapotban van az egész látószervünk, igenis oda kell arra figyelni, hogy tényleg pihenjen a látószervünk, tehát az alvás is egy nagyon-nagyon fontos dolog, illetve hogyha sokat nézünk közelre, például mondjuk ugye a monitor, ugye ez most egy ilyen aktuális téma mindenféle szempontból, akkor igenis kell időnként pihenőidőt tartani. Az idei kezdeményezéshez több mint 300 optika csatlakozott szerte az országban. A statisztikák szerint a résztvevő üzletek forgalma ilyenkor akár 30-50%-kal is megemelkedhet. Új zebrát alakítanak ki Pakson, a Tolnai és a Kölesdi út kereszteződésében. A munkaterületet hétfőn adták át, és megkezdődött a geodéziai felmérés is. A szakemberek a zebra és a hozzávezető út mellett járdaszigetet is építenek, és korszerűsítik a közvilágítást. Ezen kívül egy szakaszon csapadékvízzel vezető árkot is kialakítanak. A beruházás 13 millió forintba kerül, és a tervek szerint még az idén elkészülhet. Zebra hiányában szabálytalanul a testi épségét veszélyeztetve kell át egy biciklis a Tolnai és Kölesdi út kereszteződésében. Ám nem sokáig marad ez így. Hamarosan itt gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A munkaterületet hétfőn vette át a kivitelező. Gyalog átkelőhez csatlakozó járdaburkolatok lesznek teljes egészében átépítve. Járdaburkolatot megelőzően a déli oldalon egy nagyméretű árok lesz átalakítva. A meglévő burkolt árok új nyomban arra fog kerülni, így fogjuk tudni biztosítani a gyalogos forgalomnak a rávezetését a gyalogátkelőhelyre, valamint a közvilágítási hálózat korszerűsítése fog létesülni. Leber Ferenc, Paks alpolgármestere, a 7-es választókerület önkormányzati képviselője a munkaterület átadóján elmondta, az új zebrára nagy szükség van, mivel onnan mintegy 150 méterre található a legközelebbi gyalogos átkelőhely. Szeretnénk, hogyha én most csak a saját körzetemről beszélnék, hogyha a mögöttem levő kereszteződésben megoldódna az az áldatlan helyzet, hogy itt gyalogosan átkelni az eléggé bonyolult és sok időt vesz igénybe. A 3 méter széles zebrát egy járdasziget fogja megtörni. Ezen túl egy 213 négyzetméteres járdát is építenek a zebrahoz vezető úton. A déli oldalon 80 méter, az északi oldalon 25 méter járda jön létre. A beruházás 13 millió forintba kerül és önkormányzati forrásból valósul meg. A gyalog átkelőhely, járdasziget és a hozzávezető út várhatóan még az idén elkészül. Közel 10%-kal 4195 gigawattórára nőtt az áramfogyasztás júliusban idehaza, az egy évvel korábbi adatokhoz képest, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A megtermelt áram 43,7%-a volt nukleáris eredetű, vagyis azt Pakson állították elő. 22%-át biztosított a földgáz, 9,2%-át szén és széntermékek, 23,8%-át megújuló energia, és 1%-a egyéb forrásból származott. A hatóság kiemelte azt is, hogy a megújuló forrásból termelt áram mennyisége 38%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.
A nukleáris forrásból származó bruttó villamosenergia termelés 3%-kal, míg a fosszilis alapú 1%-kal csökkent az előző év júliusához viszonyítva. Az idősek világnapja alkalmából szerveztek koncertet Decsen a helyi református templomban. Az eseményen többek között Wolf Kati énekesnő lépett fel. A programon Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő azt mondta, hogy az elmúlt időszakban számos fejlesztés történt a településen annak érdekében, hogy szórakozási lehetőséget biztosítsanak az egyedül élő szépkorúaknak. Többek között harangkoncerttel köszöntötték a szépkorúakat Decsen. A programot az Idősek Világnapja alkalmából szervezte az önkormányzat. Heberling Tibor polgármester elmondta, egy kormányzati támogatásnak köszönhetően a helyi művelődési ház jelenleg felújítás alatt áll, így az eseménynek a református templom adott otthont. Képviselő úr Orbán Viktor miniszterelnökünknek a közbenjárásával, illetve nála történt a közbenjárás, kiharcolta, hogy 280 millió forint érkezett a falunkban pályázat nélkül. Tehát ezzel nem volt dolgunk, nem kellett erre pályáznunk, ez a pénz, ez ide jött egy miniszterelnöki határozattal hozzánk Decsre, és ebből szépül, nyilván a decsiek látják is a faluház. Az est sztár vendége Wolf Kati énekesnő volt. A programon Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is beszédet mondott. És amikor az idősek napján emlékezünk, akkor én mindig azt kérem, hogy szép dolog, hogy van egy pillanat, amikor az idősek napját említjük, de számomra mind a 365 nap az idősek napjáról szól, és az idősekről szól. Horváth István elmondta, hogy az elmúlt időszakban számos infrastruktúrális fejlesztés történt a településen annak érdekében, hogy szórakozási lehetőséget biztosítsanak az egyedül élő időseknek is. Az esemény zárásaként álló fogadáson látták vendégül a résztvevőket. 250 milliárd forintot folyósít az államkincstár a nyugdíjasoknak novemberben, közölte a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András azt mondta, hogy a 80 ezer forintos juttatást minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy megkapja. A kiegészítő emelés 50 milliárdot jelent a jogosultaknak. Vagyis egy hónap múlva két jogszímen is külön összeghez jutnak a nyugdíjasok. November közepén a rendes havi ellátással együtt készhez kapják a kiegészítő nyugdíjemelést és a nyugdíjprémiumot is. Fennállásának 55. évfordulóját ünnepelte a Szekszárdi Madrigál kórus. Ez idő alatt az együttes 600-nál is több fellépést mondhat magáinak, és több nemzetközi fesztivál díjával is büszkélkedhet. A tagok közül most többen is elismerést vehettek át. A fennállásának 55. esztendejét ünneplő Szekszárdi Madrigál kórus tulajdonképpen 56 éves. Ám a jubileumot a pandémia miatt nem ünnepelhették meg idejében. Azon kevés kulturális csoport egyike, aki tevékenységét még a Hajdan volt és azóta rég lebontott Sós Sándor művelődési házban kezdte. 1976 óta aranydiplomás, 1984 óta kiemelt hangversenykórus. Az ünnepségen többek között Gyurkovics János alpolgármester méltatta a kiemelkedően magas szintű munkát, melynek eredményeként szerte Európában a kórus elvitte Szekszárd hírnevét. 55, illetve már 56 éves működésük a bizonyíték, hogy az igazi művészet áthajul korszakokon, történelmi érákon, felülemelkedik a hétköznapok sokszor földhöz szögező súlyán, generációkat nevel igaz, tiszta derűvel övezett életre. Az együttes 40 éve irányító Jobbágy Valér karnagy elismerését fejezte ki mindenkinek, akik képesek és hajlandóak voltak ennyi időn át követni és megvalósítani elképzeléseit, szórakoztatni és egyben a magas kultúrát minőségi színvonalon átadni a hallgatóságnak. Mi rengeteg művet mutattunk be egyszer, és aztán elraktuk a fiókba, mert jött a következő. Szóval az élet túl rövid ahhoz, hogy az ember állandóan ismételje önmagát,
Az irodalom az iszonyatosan nagy, és ebből szerettem volna valamit megmutatni Szekszárd közönségének. A jubileumi program alkalmával Szekszárd város önkormányzata a kórus 10 tagjának és karnagyának adta át a 20, 30 és 40 éves működésük elismeréseként a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet. Regionális híreink következnek. 3 évre ítélték a börtönőrre támadó férfit, az ügyészség súlyosbításért fellebbezett. Ünnep, Bazilika Minor címet kapott Ferenc pápától az andocsi Nagyboldogasszony templom. Bruce Lee utódai Pécsen Wing Chun Kung Fu szemináriumot tartottak. Három év börtönre, valamint 4 év közügyektől eltiltásra ítélte a komlói járásbíróság azt a férfit, aki még nyáron megvert egy pécsi börtönőrt. A vádlott egy korábbi szabadságvesztésének végrehajtása során ismerte meg a sértettet. Szabadulása után fényes nappal egy áruház parkolójában esett neki az őrnek, aki 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyészség súlyosbítás érdekében fellebbezett. Figyelem! Itt a rendőrség! Törvény nevében felszólítom! 13-as számú lakásban tartózkodó! Felemelt kézzel! Lassan! Jöjjön ki! Ezek az elfogás pillanatai, amikor a Baranya megyei rendőrfőkapitányság munkatársai azt a férfit kapták el, aki egy pécsi börtönőrre támadt. A nyáron történt esetről mobilos felvétel is készült, sőt a vádlott közösségi média oldalán is beismerte tettét egy videóban. Nem érdek a feljelent, nem érdekes semmi. A feljelentés megtörtént, a pécsi járásbíróságon pedig július végén döntöttek is a férfi letartóztatásáról. Később a komlói járási ügyészség gyorsított eljárásban állította a bíróság elé a visszaeső vádlottat. Többször szabadságvesztésre is ítélték már, ennek végrehajtása során ismerte meg a későbbi sértettet, aki a büntetés végrehajtási intézetben körletfelügyelőként dolgozott, és mint ilyen hivatalos személynek minősül. A vádlott idén júliusban egy komlói üzletben vette észre a későbbi sértettet, őt ennek az üzletnek a parkolójában fenyegetni kezdte, megtámadta, többször megütötte ököllel és meg is rúgta őt, ezzel 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott a férfinak. A komlói járásbíróság a gyanúsított bűnösségét a vádirattal egyezően hivatalos személy elleni erőszak büntetében és könnyű testi sértés vétségében is megállapította, ezért őt 3 év börtönre, valamint 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyészség súlyosítás érdekében fellebbezést jelentett be. Somogyban egyedüliként Ferenc pápától megkapta a Bazilika Minor címet az andocsi Nagyboldogasszony templom. Ezt ünnepélyes szentmisén hirdették ki. Az andocsi hazánk egyik legismertebb katolikus búcsújáróhelye, ahova évente több ezren látogatnak el. Az egész országból, sőt a határon túlról is érkeztek a hívek vasárnap andocsra. Máskor is el szoktunk jönni, nagyobb ünnepekkor, Szent Anna ünnepkor többször el szoktunk jönni andocsra, már régi zarándokhely. A településen ünnepélyes szentmisén hirdették ki, hogy megkapta Ferenc pápától a Bazilika Minor címet a helyi Nagyboldogasszony kegytemplom. Az andocsi Nagyboldogasszony kegytemplom hazánk egyik legismertebb katolikus búcsújáróhelye. Ennek is köszönhetően kapta meg a Bazilika Minor címet. A templom különlegessége a 15. századból származó Mária kegyszobor, amelyhez csodák fűződnek. Érdekesség még, hogy az andocsi Szűz Mária szobornak 400 ruhája van, a legrégebbi 1852-ből maradt fent. A településnek mindenképpen egy óriási nagy ajándék, amit a Szentatyától kaptunk, de tulajdonképpen mi az elődeinknek a tetteit, a hagyományait éljük és élvezzük. Tehát a Bazilika cím elnyerése az az elmúlt 500 évnek az eredménye. Tehát Andocson 500 éve van búcsújárás, a településnek a múltja szervesen át szövődik a búcsújárás hagyományával. Az andocsi templom a Bazilika címmel felsorakozott a többi között a Pannonhalmi, a Mária Gyüdi, a Mária Pócsi, a Budapesti Szent István és az Esztergomi Bazilika sorába.
Wing Chun Kung Fu szemináriumot tartottak Pécsen. A harcművészeti ág eredete a Shaolin korostorokig nyúlik vissza. A középkori Kínában az akkori idők legjobb harcosnője fejlesztette ki a gyengébbik nem képviselői számára. Koncepciója és technikája gyökeresen különbözik a hagyományos harcművészetek felfogásától, a stílust Bruce Lee tette világhírűvé. Nem voltak könnyű helyzetben a különböző harcművészeti iskolák sem az utóbbi időben, hiszen a koronavírus járvány miatt a csoportos edzések és a szemináriumok sorra elmaradtak, helyettük kisfilmeket készítettek az oktatók. Aztán újra beindultak az edzések, és hétvégén Pécsre érkezett Mádai Norbert, Kelet-Európa főinstruktora, aki szemináriumot tartott a megye harcosainak. A Covid járvány után újra összejöttek a tanítványok a megyéből, ami nagy öröm, hiszen itt komoly, több évtizedre visszanyúló hagyománya van a Wing Chun-nak. A Wing Chun-nak egy különleges gyakorlatsorát, a tapadós kezeket oktatom most, ami a magasabb szintű gyakorlatok közé tartozik, és természetesen vizsga zárja a rendezvényt. A Wing Chun jelentése gyönyörű tavasz. Így hívták azt a kínai lányt, akiről a stílus a nevét kapta. A Wing Chun oktatása a kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, de mára már több mint ezren űzik hazánkban is. Manapság egész kiskorban kezdik az edzéseket. Ez az életem része, szóval ez igazából az a célom vele, hogy minél többet tanulhassak, és az életemnek minden apró területébe be tudom építeni igazából az itt tanultakat, nem a verekedés részét természetesen, hanem magát azt a mentalitást, amit ez a harcművészet ad nekem. A pécsi harcosok minden alkalommal megemlékeznek a 2008-ban elhunyt pécsi mesterről, Szabó Ferencről, aki 30 évvel ezelőtt egy sportáskával érkezett Pécsre, és akkor kezdte el oktatni a Wing Chun Kung Fut, azt a harcművészeti ágat, amit Mádai Norbert terjesztett el hazánkban. A Wing Chun Kung Fut Ip Man nagymester kezdte el nyilvánosan is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mester legutolsó és legképzettebb tanítványát dr. Leuntinget nevezte ki örökösének, aki a mai napig az eredeti kínai Wing Chun Kung Fu nagymestere, és aki Sifu Mádai Norbertet fiává fogadta. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó. Adó visszatérítés, februárban kapnak jelentős összeget a gyermeket nevelők. Október a látás hónapja, több mint 300 helyen várják ingyenes vizsgálattal az érdeklődőket. Első a biztonság, új gyalogos átkelő helyeket alakítanak ki Pakson. Idősek világnapja Decsen, koncerttel köszöntötték a helyi szépkorúakat. Szerdán erős légmozgás lesz jellemző, gyorsan változó felhőzet melletti időszakos napsütésre és elszórtan kialakuló záporokra van kilátás. Éjszaka csillagfényes idő alakul ki, hideg lesz hajnalban. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!